A Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál eddigi történetében leggazdagabb kínálatával várta a film szerelmeseit 2017. november 2 és 16 között. A kéthetes program az idei év magyarországi kassza sikerei mellett közel 200 dokumentumfilmet, tévéfilmet és animációs filmet is tartalmazott. Ugye ez a fesztivál azért érdekes, mert kéthetes, és a médiatanács jó voltából dokumentumfilmek, animációs filmek, ismeretterjesztő filmek is ideérkeznek Los Angelesbe, ami azért fontos, mert a Magyar Mecenatúra program keretében rendkívül sok ilyen értékes alkotás született és készült az elmúlt években, és azt is megismerik itt, és azok is majd hozhatnak újabb sikereket a magyar filmnek, ebben én biztos vagyok. Herendi Gábor a Magyarországon jelentős nézőszámot hozott Kincsem rendezője. A sikerek kapcsán elmondta, a titok az lehet, hogy egy történelmi témát sikerült modern köntösben elmesélni. Talán sikerült egy olyan típusú filmet csinálni, ami egy picit a történelmi filmeket leporolta, és az egész filmnek a kiállítása olyan, ami a magyar szemnek, meg a mai divatnak egy picit mindenképpen jobban megfelel, és hogy talán mertünk az érzelmekkel játszani, és hol sírnunk, hol nevetünk a filmen, hogy sok humor is fűszerezi a filmet. Szóval szerintem valahogy úgy együtt az egész lett egy olyan, ami úgy megérinti az embereket, és nagyon szeretik érdekes módon többször is megnézni, úgyhogy a nagy nézőszám kicsit ennek is köszönhető. Csupó Gábor a 2017-es év másik magyar sikerének alkotója, Revicki Gáborral a film egyik főszereplőivel vett részt a fesztiválon. Párosuk a film elkészítése közben jól működött. Szerintem mi nagyon jól kijöttünk, nem? Kérdezte, hogy mit kell alakítani, mondom, csak saját magadat, és körülbelül az is sikerült. Nagyon megengedő volt a Gábor, mert hogyha az embernek eszébe jutott valami más szó a jelenetből, ami úgy jobban belesimul a filmbe, akkor nem szabott gátat. Tehát ahhoz, hogy egy-egy poén esetleg jobb legyen, mint ahogy írva van, nem akadályozta meg. Nagyon helyesen egyébként, mert ezt így is kell csinálni. A november 2-ai nyitó eseményen a fesztivál szervezői minden eddiginél több, azaz 11 díjat adtak át az arra érdemes filmkészítőknek. A hatfős nemzetközi zsűri nevében Rachel Omara színésznő és filmes újságíró a köszönet mellett hangsúlyozta, hogy a döntő bizottság sokszínűsége sokat segített a filmek kellő megítélésében. To say that they've assembled a pretty international jury here, both with regards to our diverse heritage and also the global scope of all of our work and experience. And we very much hope that that has given us as a team, as a gang, a rounded objectivity as a team when considering the very varied films in the competition. Herendi Gábor eddigi rendezői tevékenységéért az úgynevezett Career Achievement díjat kapta, míg az idei év életműdíjasa Revicki Gábor lett. A legjobb színésznő kategóriában az Állampolgárban nyújtott alakításáért már Ágnes nyert, míg a legjobb színész kategóriában Marcello Kékbali nyert, aki az Állampolgár főszerepét játszotta. Csupó Gábor a Papa Pia című film rendezője, a közönség által adományozott Kertész Mihály díj nyertese lett, míg a dokumentumfilm kategóriában Széles Tamás vihetett haza díjat. Very proud of the Hungarian, because of the Hungarian film successes. This is the second time I'm here, just standing before you. And last year we were talking about the film of Son of Saul, which could, you know, win the Academy Award. And this year we won another one with a short film called The Sing. So these are really, really great successes. Bonnie, Amy, Bela, I don't know where Bela is, just standing over there, and all the helpers of this festival, thank you very much. A nemzetközi filmeket segítő tevékenységéért Bizsán Teheráné a Cinema Without Borders szervezet alapítója vehetett át díjat. Az Alex Friedman humanitárius díjat a Soul Exodus nyerte. A díj kapcsán a névadó fia elmondta, hogy magyar származású édesapja egész életében az embertelenség ellen akart küzdeni, az ellen, amit élete első felében elszenvedett. My father was born in 1920
and he saw what inhumanity was. You understand, this is the humanitarian award. He actually saw what inhumanity was, first in Dachau, and then under the communist rule in Hungary between 1945 and 1956, when in 1956 he escaped communism because of religious persecution. So, since he suffered the inhumanitarianism, he decided when he came to America, he will exemplify, which he did, humanitarianism. A játékfilmek közül kiemelkedett az idei Berlini Filmfesztivál aranymedve díjas alkotása, az Oscar-díjra pályázó Testről és lélekről című film. Enyedi Ildikó filmje egy igazi, hétköznapi értelemben vett történet, amely a lehető leguniverzálisabb témáról, a szerelemről szól. A rendező szerint talán éppen ez lehet a titka a jelentős sikernek. Tulajdonképpen az, hogy ennyire spontán módon nagyon erős pozitív visszajelzés, most nem csak a díjak, hanem mondjuk a közönség találkozókon a reakciók, vagy maga az, hogy közönségdíjakat is kapunk, akár olyan helyen is, ahol csak információs vetítésben vagyunk. Az valahogy azt bizonyítja, hogy egy sokkal megközelíthetőbb filmet sikerült csinálni, mint ahogy gondoltam. Tehát, hogy mindaz, amit elrejtettünk benne, mert annyi sok minden van ebben így elrejtve a felszín alatt, azt van kedve a nézőknek kibányászni, és van türelme is hozzá. Az angolul On Body and Soul címen futó alkotást a Netflix mozi csatorna 2018-ban tűzi műsorára, de a film amerikai promóciója már most jelentős lökést kapott, hiszen a komoly presztízsű AFI fesztiválon a vetítés teltház előtt zajlott, és a film nemzetközi forgalmazása is jó úton halad. Ezek mind együttesen egyre közelebb segíthetik a magyar filmet egy esetleges Oscar-díjhoz is. Jártunk a Netflix-ékezben is tárgyaltunk velük a kampányról, hogy hogyan lehetne a Golden Globe-ot, illetve az Oscar-t minél hatékonyabban csinálni. És hát tulajdonképpen most beindult egy ilyen folyamat, és hát ők is nagyon hisznek a filmben, és én meg abban bízom, hogy azáltal, hogy ők hisznek a filmben, mindent megtesznek azért, hogy ezeken a megmérettetéseken jól szerepeljenek. A Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál november 16-ai zárónapján a magyar mozikban november elején debütált Budapest Noárt láthatták az érdeklődők. A filmet rendező Gárdos Éva elsőre beleszeretett a sztoriba, és az adaptáció elkészítéséhez közel másfél évig dolgozott Magyarországon. A Kaliforniában élő rendező szerint a film sikere abban rejlik, hogy alaposan bemutatja azt az érdekes időszakot, amely sorsfordító volt Magyarország történelmében. Nekem az volt érdekes, sok dolog volt érdekes ebbe a regénybe, de az is érdekes volt, hogy 36-ban volt az év, mielőtt Magyarország összekapcsolódott Németországgal, Hitlerrel. Szóval ez egy érdekes év, és ez nagyon érdekes volt nekem. Az idei Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál számos támogató segítségével valósulhatott meg, így a Nemzeti Film Alap és a Nemzeti Hírközlési Hatóság mellett Los Angeles-i magyarok is támogatták a kéthetes eseményt. A szervezők remélik, hogy a 2017-es duplájára nyúlt program tapasztalatait felhasználva jövőre is lehetőséget biztosíthatnak majd a magyar televíziós és filmgyártás eredményeinek újbóli bemutatására.